amik korábban szinte érdektelenségbe fulladt egy-egy európai parlamenti választás a tagországokban, most fordulni látszik a helyzet, ez pedig azért történhet így, mert az európai politika hatásait már a saját bőrükön érzik az emberek, mondta Kövér László, a parlament elnöke. Az, hogy Brüsszel elhibázott bevándorlás politikája, az milyen következményekkel járt azokra az országokra, ahol a tömeges illegális migráció növelte a bűnözést, ezen belül kifejezetten a nők elleni erőszakot, vagy emlékezzünk meg arról a több mint 300 emberről, aki terrorcselekmények következtében halt meg. A téma fontosságát mutatja, hogy az Euróbarométer felmérése szerint az Unió legtöbb tagállamában vagy a migrációt, vagy a terrorizmust tartják az EU legfontosabb kérdésének. Kövér László utalt arra is, hogy a gazdasági migráció elősegítése 21. századi gyarmatosításnak is nevezhető, miután a gazdag nyugat elszívja a szegényebb országokból a képzett embereket. Korábban ez történt Kelet-Közép-Európában is, csak Bulgária lakossága 20 év alatt 10-ről 8 millióra csökkent. 25 millió kelet-közép-európai ember vándorolt nyugatra, akiknek a képzése az anyaországokban együttvéve elérte az 1000 milliárd eurót, Kövér László szerint. Ők a tehetségükkel és munkájukkal ma a nyugat-európai országokat gazdagítják. A bevándorlás ellenes politikusok száma ugyanakkor nő Európában. Az országgyűlés elnöke átütő sikerre és mindent elsöprő győzelemre összeurópai szinten mégsem számít. Azt látom reálisnak, hogy a migrációt ellenző politikai erők, nevezzék őket akárminek is, azok a mostani helyzethez képest jelentősebb súlyt fognak elérni az Európai Parlamentben, mint eddig. Adott esetben ez a súly az lehet akkora is, hogy gyakorlatilag a mérleg nyelvét tölthetik be ezek a politikai erők. Süli János miniszter, Paks térségének országgyűlési képviselője úgy látja, a választók körzetében is mindenkit érdekel a migráns téma, de az atomerőmű ügyét is akkor tudnák még hatékonyabban képviselni, ha a lehető legtöbb képviselőt küldenék az Európai Parlamentbe. Azért kéne nagy részvétel arány most, viszonylag küszöbértéke, ha ellenzékből minél kevesebben tudnák átlépni ezt a küszöböt, akkor mi jobb hatékonysággal, több Fidesz-KDNP képviselővel minden kérdést hatékonyabban tudnák képviselni. Az európai parlamenti választást május 26-án tartják Magyarországon.